Az elmúlt időszakban ugrásszerű árnövekedés volt tapasztalható a húspiacon, ami a tavalyi év elején kezdődött. Az afrikai sertéspest is miatt Kína hosszú hónapokig hagyatkozott elsősorban az európai országokban levágott és feldolgozott állatokra, emiatt idehaza is készlethiány lépett fel, ami a sertés felvásárlási és fogyasztói árát is az egekbe emelte. A drágulás már az idei év elején jelentősen mérséklődött. Az éttermek bezárása, valamint az export szűkülése miatt pedig áprilistól már 20-30% árcsökkenés volt tapasztalható. A sertéshúsnak a felvásárlás és ezáltal a vágóidi ára is a koronavírus miatt kialakult kereslet miatt valamilyen szinten csökkent, tehát ez ilyen százalékosan is lényegesen csökkent. A export is szerintem minimálisra esett, és így a belföldi piacon nem jelentkezik a külföldről dömping szerint behordott sertéshús mennyisége. Ez jelen pillanatban logikusan valamilyen szinten a fogyasztási húsár csökkenést is eredményezett. Szent Miklós János ugyanakkor hangsúlyozta, ez a csökkenés a multinacionális kereskedelmi láncoknál érzékelhetőbben jelenik meg. Ennek egyik oka az, hogy a piac délelőtti nyitvatartása és az a 3 órás keret, amelyben csak a 65 éven felüliek vásárolhattak, nagymértékben fedte egymást. Ebből következően a piacok húspultjainál csökkent a forgalom, ez pedig kevésbé adott lehetőséget a jelentős ármérséklésre. Ezen felül a fertőzés veszély minimalizálása további többletköltségekkel is járt, tette hozzá a tulajdonos. Át kellett szervezni a értékesítési normákat, tehát nálunk is például el kellett választani fizikálisan is teljes mértékben a vevő és eladóteret, más élelmiszerbiztonsági többlet dolgokat kellett bevezetni, beleértve az, hogy amúgy is szigorú élelmiszerbiztonsági dolgok mellé még plusz olyan dolgokat kellett beiktatni, beleértve az, hogy a gumikesztyű, meg egyéb olyan fertőzés megakadályozó dolgokat vezettünk be, aminek végső soron jelentős költsége van a felületeknek a tisztítására, speciális anyagokat kell használni, ami élelmiszerbiztonság szempontjából is megfelel, tehát hogy az élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelő legyen. Noha a koronavírus tetőzése során hosszabb időre bezártak az éttermek és a közétkeztetés is szünetelt, a húspiacon a vártnál kisebb mértékben növekedett a lakossági fogyasztás. A szakemberek szerint a vendéglátóipar fellendülése a jövőben újra emelheti a felvásárlási árakat, de a tavalyi évben tapasztalt drágulásra nem kell számítaniuk a vásárlóknak.